Köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit, itt a Fehérvári Beszélgetések. Ugye az új helyzet a koronavírus járvány miatt életünket azért tényleg hihetetlen módon, mondhatom mindenféle túlzás nélkül, gyökerestől át kellett alakítani. Gondolunk itt a digitális távoktatásra, a szülőknek erre berendezkedni, a szülőknek a home office-ra, amit mostanában sokat emlegetünk, arra is berendezkedni. Meg nyilván az egész városnak, hogyha nézzük Székesfehérvárt és annak működését, egy teljesen új, eddig váratlan és eddig még soha nem tapasztalt helyzetre kellett berendezkedni. A mai fehérvári beszélgetésekben pontosan erről beszélünk, a város működéséről. Vendégem a stúdióban Boza István városgondnok, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, szervusz, köszöntelek. Szervusz. Hát a mai napon, hogy a város működéséről, a városgondnokság mostani újabb feladatairól beszélünk, azért tényleg ez egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amivel ti még nem találkoztatok, és a nehézségét pontosan ez adja, hiszen láttatok ti már minden nagyon-nagyon meleget, nagyon hideget, rengeteg megoldandó feladatot, de ilyennel még nem találkoztatok, nyilván nektek is azért ez egy nagyon nagy kívás. Első kérdésem az lenne, mielőtt belemennénk az újabb kívásokba, hogy mik azok a munkálatok, amik be voltak tervezve erre az időszakra, de hát sajnos emiatt el kellett esetlegesen halasztani, hogy van-e ilyen? Hogyne. Munkadandárján lennénk, tehát természetesen tavasz van, jó idő a város közterületei, rengeteg munkát kéne végeznünk, az utak felújításától kezdve, zöld területeink gondozását már javába kéne rendeznünk, kéne előkészítenünk, köztisztasági feladatok, árkoknak a tisztítása, rengeteg feladat lenne. Most mi ezekkel azért nagyon nagy arányban visszaálltunk. Tehát mi is elfogadtuk ezeket a kormányzat által megszabott intézkedéseket, megpróbáltuk a városgondnokság működését teljesen alaphelyzetbe tenni, veszélyeztetett kollégákat természetesen mentesíteni a munkák alól, akit csak lehet home office, otthon végzett munkára áttenni, de azért a városgondnokság egy jellemzően fizikai munkát végző cég, tehát a mi dolgozóinknak háromnegyed része fizikai munkát végez, őnáluk azért elég nehéz megoldani a távmunkát. Igen, igen. Hogy egyszer beszélgettünk régen itt a Fehérvár TV-ben, fehérvári beszélgetésekben, akkor rólad inkább ilyen személyes dolgokról, családról, hétköznapi életedről, és ott említetted, tudom, megragadott egy mondat, hogy az emberek akkor elégedettek, amikor a városgondnokság nem kap telefon, de olyan nem szokott érkezni egy ilyen szolgáltató céghez, hogy jaj, de ügyesen lenyírták a füvet, vagy jaj, de ügyesen megmetszették a fákat. Arra akarok kiukadni a kérdésemben, hogy a városlakók, mondjuk, hogy leálltak ezek a munkálatok, mennyire megértőek, mi az, amit lehet tapasztalni? Azt tapasztaljuk, hogy szerintem nagyon jó reagál a város erre a helyzetre. Szerintem mindannyian látjuk a közterületeken, sokkal kevesebb ember van kint. Töredéke a hulladék a közterületi szemét a városban, tehát jóval kevesebb emberrel kell nekünk a köztisztaságot fenntartani. Hát természetesen azért a természet az nem tudja, hogy itt most koronavírus járvány van, ezért a fő ugyanannyira fog nőni. Itt biztos, hogy sokkal nagyobb belátást kérünk majd a városlakóktól, sokkal kevesebb emberrel, tehát körülbelül a városgondnokság létszámának az egyharmadát kényszerszabadságra, vagy az életkora, vagy betegség, vagy pedig a gyermekek nevelése miatt kényszerszabadságra kellett küldenünk. Tehát egy sokkal kisebb létszámmal fogjuk elkezdeni, várhatóan csak húsvét után a városi zöld területeknek a fenntartását. Emlékszem, pont amikor Magyarországon kihirdették ezt a vészhelyzetet, ilyen március 10x-ét értünk nagyjából, de hozzávetőleg egyébként emlékszem rá, a 2013-as hóhelyzettel esett úgy nagyjából egy napra, csak úgy az, ami 7 évvel ezelőtt volt, amikor szintén ugye elképesztő feladat hárult a városgondnokságra. Most 7 év múlva ugye ez nagyjából meg is, sőt, napra pontosan majdnem 7 évre rá megismétlődött, csak nyilván nem ugye a hóhelyzet, hanem a koronavírus helyzet formájában. Akkor is ugye volt viszmajor, amit nagyon sok mindent meg kellett oldani, mert akkor is azért felkészült a városgondnokság emberekkel, gépparkkal, csak ugye nyilván erre telepedett rá egyéb probléma, egyéb megoldandó. Most is ez így van, és a kérdésem pontosan arra irányulna, hogy most jelenleg a városgondnokságnak milyen feladatokat kell ellátni ebben a helyzetben. Próbálunk, amiben csak tudunk segíteni a városvezetésnek, az egészségügyi intézményeknek, tehát gyakorlatilag a városgondnokságnak azért nagyon komoly kapacitása van. Rengeteg ember, 600 dolgozó, 150 fölötti rendszámmal rendelkező gépjármű, tehát ezek teherautók, személygépjárművek, tehát rengeteg kapacitásunk van. Most ennek a kapacitásnak egyébként a felmérését azt rögtön az első napokban már elvégeztük. Tehát minden dolgozót megkérdeztünk, hogy mire
mire számíthatunk vele kapcsolatban. Első vonalas munkát hajlandó végezni, tehát akár közvetlenül koronavírusos emberekkel is hajlandó találkozni, vagy erre nem, de egyébként változatlanul bármilyen egyéb munkát ő hajlandó meg el is tud végezni, mert mind a családi állapota, mind pedig az egészségi állapota, életkora erre bőven lehetővé teszi. Szerencsére egyébként ez több mint a Városgondnokság dolgozóinak a fele, az változatlanul rendelkezésünkre áll, és tudunk velük dolgozni. Még egy nagyon jelentős rész az otthonvégző munkák, tehát szinte a teljes adminisztráció, a teljes könyvelés, bérszámfejtés, ez mind otthonról tud dolgozni. Nagyon komoly és fejlett informatikai rendszere van a Városgondnokságnak, tehát gyakorlatilag meg lehetett oldani, hogy a dolgozók, minthogyha a saját számítógépük előtt ülnének, ugyanúgy tudnak otthonról dolgozni, és nagyon jó hatásfokkal, nagyon jól működik is egyébként a pénzügy, az teljes egészében szinte változatlan színvonalon tud otthonról jelenleg dolgozni. Rengeteg feladatot próbálunk ellátni, próbálunk rengeteg feladatba besegíteni a városnak. A legfontosabbakat próbálnám akkor most összeszedni. Én azt gondolom, hogy közelebb a tűzhöz, közelebb a problémához, az a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi leleteket a Városgondnokság kollégái viszik föl Budapestre a központi laborba, ahol elvégzik a teszteket. Természetesen nem találkoznak ők senkivel, tehát nem ők veszik, nem a kollégák veszik le, de ez egy sofőrszolgálat, elég megfeszített. Tehát minden reggel el kell menniük a mentőállomásra, felvenni egy hűtődobozt, utána elmenni Dunaújvárosba, ott kiegészíteni az ottani leletekkel, és mindezt felvinni Budapestre, majd visszafele ugyanezeket a hűtődobozokat visszavinni, és hazaérkezni, és este ugyanezt még egyszer megismételni. Tehát például ebbe a Fehérvárosgondnokságnak a kollégái tudnak dolgozni. Humánszolgáltatónak, családsegítőnek tudunk segíteni, gyakorlatilag taxiszolgálattal. Tehát vannak autóink, vannak sofőreink, intelligens emberek, gyakorlatilag ők mind az időseknek az otthoni gondozásába, vagy pedig a gondozásban résztvevő embereknek a szállításába elég nagy számba tudunk segíteni. Nagyon sokan tudtak segíteni most az önkormányzat üzenetének és a maszkoknak a kiszállításába, postázásába is segítettek a kollégák a hét elején. Tehát, mint a kisúttörő, amiben tudunk, igen, segítünk. Tehát de gyakorlatilag tudták szerintem a nézők, hogy ilyenben is például részt vállalhatunk. Amiben tudunk segítünk, és egyébként emellett van 40 olyan kollégánk, aki vállalja az első frontos munkát is, tehát gyakorlatilag őnekik vettünk speciális ruhákat, védőfelszereléseket, és megfelelő fertőtlenítőszerekkel felszereltük őket. Ők még várják a feladatot, meglátjuk, hogy magában a szűrőállomások üzemeltetésében milyen feladatokat tudunk kapni, az biztos, hogy erre is van elég nagy létszámú kollégánk. És hát természetesen, mint ahogy mondtam, mellette azért a városüzemeltetés nem állt meg. A köztisztaság, a parkfenntartás, zöld felület, azért vannak balesetveszélyes fáknak a gondozása, a közterületi közlekedés fenntartása, jelzőtáblák, jelzőlámpák karbantartása. Tehát azért jó, hogy jóval kevesebben vagyunk az utakon, kevesebben vagyunk kint, azért a város nem állt meg. És ahogy mondtam, húsvét után azért a park fenntartási munkákat meg kell kezdeni, mert az időjárás az nagyon-nagyon kegyes hozzánk, nagyon jó idő van. A fű nő, a növények fejlődnek, igen, tehát a tavaszi munkáknak legkésőbb tavasz, húsvét után neki kell állnunk. Igen, ahogy mondtad, a természet nincs tekintettel a koronavírusra, tehát azt viszont igen rendbe kell tenni mindenképpen. Ugye jó pár épületet, szolgáltatást úgymond be kellett zárni, vagy fel kellett függeszteni a működését a városban. Így van, gyakorlatilag minden szabadidős és sport szolgáltatásunkat felfüggesztettük, ezzel is segítve az otthonmaradást. Nem csábítjuk a fehérváriakat, hogy menjenek a játszótérre, jöjjenek a Bregyóba, menjenek a sportközpontokba, menjenek az uszodába, vagy akár pár hónap múlva a strandra. Tehát ezek a szolgáltatások mindaddig nem lesznek elérhetők Székesfehérváron, amíg a válsághelyzet fennmarad. Lehető legkevesebb közösségi érintkezést kell a következő időszakban megteremteni, ehhez egyértelműen az kell, hogy ezek a közösségi terek, amiket azért hoztunk létre, hogy sokan legyenek, ott, igen, legyenek, jól érezzék magukat, csak együtt most legyenek az emberek, most ezeket pont be kell zárni, igen, pont ezeknek rá kell tekernünk, vagy a lakatot, vagy pedig a szalagot, hogy ne vegyék őket igénybe, mert nem lehet a gyerekeknek azt megmondani, hogy másfél méterrel egymástól homokozzatok, másfél méterre mászhatok a játszókán.
játszótereken, a mászókákon. Én azt gondolom, hogy ezeket a korlátozásokat be kellett vezetni, és szerencsére egyébként nagyon, nagyon fegyelmezetten tartják is a fehérváriak. Nagyon kevés időszakba kell intézkedni a kollégáknak visszatenni ezeket az árásokat, de természetesen egy állandó karbantartási ügyeletünk azért van, ezeket rendszeresen ellenőrizzük, rendszeresen látogatjuk. Ugye sem olyan egyszerű, hogy lezárjuk a játszótereket, mert tényleg, hogy le vannak zárva, vagy körbe vannak tekerve szallaggal, mit táblák kitéve itt ott, tehát az is az egy nagyon nagy munka mondjuk ezeket úgy lezárni. Így van, ezeket egyelőre lezártuk. Most, ha egy kicsit azért enyhül reményeink szerint a következő hónapokban a kijárási korlátozás, vagy egyáltalán a munkavégzésnek a korlátozása, akkor azért elkezdjük ezeknek a játszótereknek, ezeknek az eszközöknek a karbantartását, rendezését, egy-két olyan feladatot, ami a jelenleg lezárt létesítményekben, például az uszodába félbehagytuk a nagy karbantartási munkát, tehát ott, amikor bezártuk az uszodát, leengedtük a vizet, elkezdtük a karbantartási munkákat, de utána már olyan szintre emelkedett a válsághelyzet, hogy gyakorlatilag leállítottuk ezeket a munkákat, mert azt gondoljuk, hogy egyelőre most minden, a legtöbb kollégát, akinek nincsen konkrét karbantartás, ügyeleti feladata, az most ne jöjjön dolgozni, maradjon otthon, maradjon szabadságon, maradjon pihenőidőn, és majd amikor egy kicsit enyhül a helyzet, akkor kezdjük el ezeket a munkákat elvégezni. Az étett könnyítéseket ugye a városgondnokság, a városban gondolok itt a parkolásra például. Így van, a parkolást nagyon hamar lezártuk. Én azt gondolom, hogy ingyenessé tettük, a parkolási rendszert lezártuk. Szerintem ez mutatja talán a legjobban a fehérváriaknak, hogy a parkolásra nem azért van szükség, a fizető parkolásra, mert a gonosz város adót akar beszedni a szegény autósoktól, mert abban a pillanatban, amint eltűnt a forgalom, akkor azonnal leállítottuk. Azért érdemes megnézni más városokat, hogy ezért ez nem mindenhol történt meg. Akár nagyvárosokat nézzük meg, például a fővárosban mai napig működik a fizető parkolás, amikor mindenki látja, hogy tizedére csökkent a forgalom. Tehát ilyenkor nincsen forgalomszabályozó szerepe, ilyenkor tényleg csak pénz elvétel lenne a parkoló, az autósoktól. Most Fehérváron nem ezért van fizető parkolás, azért van fizető parkolás, hogy megmaradjon egy bizonyos fluktuációja ezeknek a helyeknek, ezért is van az egy órás ingyenes parkolás, buszod előtt 3 órás, és ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja, nagyon jó példázza, hogy Székesfehérváron tényleg azért van fizető parkolás, hogy legyen mindig szabad helye, hogyha megyünk ügyet intézni a városba. Most megyünk, egyébként tele van szabad helyen, ezért teljesen szükségtelen lenne jelenleg a fizető parkolást üzemeltetni. Ez így van. Pedig autózásban ugye említetted, milyen jó dolgunk lenne most, ha gondolván az üzemanyag árakra, hihetetlen, tehát elképesztő. De utána vissza fogják tenni, abban biztos vagyok teljes mértékben. Beszéltünk ugye a városról nagyon-nagyon sok mindent. Beszéljünk most a városgondnokságról, ugye említetted a műsor elején, hogy itt is azért nagyon komoly, nagyon szigorú szabályok vannak a városgondnokságon, amit amíg dolgozóknak és nem home office, mondjuk így, hogy munkaviszonyban lévőknek be kell, hogy tartson. Mik ezek a rendszabályok itt a cégen belül? Tehát a legfontosabb, én azt gondolom, hogy akinek nem fontos jelenleg dolgoznia, az otthon van. Tehát vagy szabadságon, vagy otthonról végezhető munkát lát el. Akik dolgoznak, nekik most jelenleg 4 mosható maszkot biztosítottunk, tehát gyakorlatilag folyamatos fertőtlenítéssel, ha szükséges, ha olyan munkát végeznek a kollégák, akkor fel tudják tenni a maszkot. Én azért ennek olyan túlságosan nagy jelentőséget nem tulajdonítanék. Mindenképpen a szükséges védőfelszerelésként ezt kiosztottuk, de ezeknél elsősorban akkor kell felvenni a kollégáknak, amikor vagy a hulladékkal találkoznak, vagy pedig amikor más dolgozóval, vagy pedig más városlakóval találkoznak, akkor kell viselniük a maszkot. Minden telephelyünkön kötelező hőmérséklet ellenőrzés van, tehát csak úgy lehet belépni a telephelyekre, hogyha megmérik a portaszolgálatot teljesítő kollégák a minden egyes belépőnek, az enyémet is minden reggel megmérik a lázat. Tanulja voltam pont ennek. Így van, tehát gyakorlatilag ezt tartjuk, próbálunk vigyázni a kollégánkra, próbáljuk, hogy a lehető leghamarabb kiszűrjük. Természetesen emberi dolog, nagyon nagy ijegység van, ha valaki esetleg lázas, volt már azt hiszem 2 vagy 3 olyan dolgozó, nem a portánál, hanem bejöttek és jelezték, hogy ők lázas betegek, mindenki borzasztóan megijedt. Mondtuk, hogy ebben semmi rendkívül nincs. Háziorvos, ugyanaz a procedúra, mint bárki másnál, hazamegy, fölhívja a háziorvosát, és onnantól már tudja intézni a dolgokat, de fontos, hogy csak egészséges kollégák járjanak dolgozni ezekbe a veszélyes időszakokba.
Ugye megváltozott az életünk, és nyilván ugye neked is a napi rutinodból, ami eddig volt napi rutin, ami persze tudjuk, hogy sokszor borult, egy újfajta életritmust kellett felvenni neked. Most hogy telik egy napod? Ugyanúgy, mint általában koronavírusunk kívüli időszakban, vagy ezért neked is ez némileg átalakult, és több home office-t tudsz ellátni? Hát más. Tudok én is home office-t ellátni, a telefonban gyakorlatilag benn van minden. Természetesen én azért az irodai vállalatirányítási rendszereket nem nagyon szeretem az otthoni gépen, vagy kis tabletgépen, vagy telefonon kezelni, tehát azokra mindig bejövök, és azokat itt kezelem. Próbálom a lehető legkevesebbre csökkenteni a találkozásokat. Kollégákkal megszűntek az összes értekezletek, a közvetlen meetingek, városlakókat nem nagyon fogadjuk, tehát akinek nincsen valami nagyon-nagyon súlyos és halaszthatatlan problémája, csak akkor, de egyébként próbáljuk az összes ügyfélforgalmat gyakorlatilag nullára redukálni. Ugyanezt csinálom gyakorlatilag én is, a lehető legnagyobb távolságot tartom a saját kollégáktól is. Ha beszélgetünk is, vagy bármilyen feltétlenül fontos megbeszélés van, rendszeresen lemegyünk az udvarra. Rendszeresen tartottuk még, amikor az elején gyakorlatilag azért elég nagy szervezési munka volt a Városgondnokságnak ezt az igen nagy szervezetét leállítani, ezt tervezettel leállítani, nem bedobni a gyeplőt, és mindenki menjen, ahova akar, és csináljon, amit akar. Ezeket azért ez rengeteg megbeszélés kellett hozzá, ezeket például a szabadtéren folytat. Átmentünk a Bregyóba, a Bregyó szalonna sütő helyein, ott megfelelő távolságra állt a Városgondnokság vezetősége, és ott tartottuk az utolsó két meetingünket, amikor megbeszéltük azokat, hogy mik a feladataink. Én is próbálok vigyázni magamra, próbálok vigyázni a családomra. Én azt gondolom, hogy természetesen a kézmosás, természetesen és a távolságtartás. Szerintem ez a kettő a legfontosabb. Most a lehető legkevesebbet kontaktálódjunk, ne menjünk közel egymáshoz, és mindig kevesebbet legyünk zárt helyen, összezárva, és főleg, ha sokan vagyunk. Részt veszel ugye a város működtetésében városgondokként. Nagyon-nagyon jól látod, hogy ebben a helyzetben, és most pont erre szeretnék jó, milyen jó tanácsot tudnál adni mondjuk a város lakóknak még ezen kívül esetlegesen. Mi az, amit tegyenek, csináljanak? Szerintem, hogyha úgy járunk el, és azért ez nagyon nem az én kutfőmből, mert én nem vagyok egészségügyi szakember, de én szerintem, ha úgy tekintünk, mintha potenciálisan mindig azt gondolnánk magunkról, hogy vírushordozók vagyunk, tehát távolságot tartunk, nehogy átadjuk, tehát az, hogy mi saját magunk nehogy átadjuk a többieknek ezt a vírust, ha ezzel a szemlélettel éljük a mindennapjainkat, akkor lesz a lehető legkevesebb kontaktus. Tehát teljesen felesleges szűrni. Én például nagyon sok városban végzik a közterületek feltöltlenítését. Igen. Őszintén nem sok értelmét látom. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez a vírus, ez néhány órán belül a közterületi poron, a földön, az üvegen, gyakorlatilag ezen pár órán belül elmúlik. Székesfehérváron 3-4 millió négyzetmétert üzemeltetünk. Na most 3-4 millió négyzetmétert gyakorlatilag naponta fertőtleníteni, máskülönben meg semmi értelme. Tehát azt, hogy most megcsinálom, és utána 3 hónap múlva érkezek újra arra a pontra vissza, akkor kb. Egy napra megoldottuk. Rengeteg mérget, rengeteg vegyi anyagot kijuttatunk a környezetünkbe, és én azt gondolom, hogy minimális ennek a hatékonyság. Nagyon látványos, tényleg borzasztó, nekünk is vannak védőfelszerek, gondoltunk is egyébként erre, vannak permetezőgépeink, vannak fertőtlenítőgépeink. Nagyon látványos lenne, hogy ilyen szkafanderbe öltözött városgondnokságos kollégák járnák a város, és minden spriccelnének hipós vízzel, de azt gondolom, ennek minimális hatékonysága lenne valójában a koronavírus megfékezésére. Sokkal fontosabb, hogy gyakorlatilag a lehető legnagyobb távolságot tartsuk tényleg a kollégáktól, a köztisztaságot tartsuk fönt, a szemeteseket ürítsük, ott a kollégáknak megfelelő védőfelszerelése legyen, de gyakorlatilag az ember nem kontaktálódik a járdával, a földdel, és egy aszfalt felületen gyakorlatilag tényleg néhány óra alatt elpusztul ez a vírus. Teljesen felesleges ezt valami, ráadásul nem is túl enyhe méreggel, tehát azért egy klóros fertőtlenítőszernek a kipermetezése azért az nagyon nem tesz jót a környezetünknek. Tehát én megértem, hogy most egy kicsit háttérbe szorítottuk a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmi dolgokat, de azért azt gondolom, hogy olyan csinálni, ami csak látvány,
miatt van értelme. És sokba is kerül ráadásul. És sokba is kerül. Tehát az teljesen más egyébként. Fejvállán nincsenek aluljárók, nincsenek olyan zárt terek, amiket egyébként én azt gondolom, hogy tényleg fontos. Tehát például egy aluljárót, ott is elsősorban a levegő fertőtlenítését, ha enne metróvonalunk, akkor biztos, hogy folyamatosan rendszeresen takarítani kéne. De egy szabadtéri közterületet hipós vízzel permetezni, én azt gondolom, hogy teljesen felesleges. Ezt jó, hogy említettem, mert pont ma reggel, ugye szintén minden nap téma a Vörösmarty Rádióban, jó reggelt Fehérvárban, a koronavírus, és pont ma kérdezte egy hallgató, hogy esetlegesen Fehérváron mikor lesz már például a közterületek fertőtlenítése elrendelve, tehát akkor most meg is adtad a választ, hogy igazából... Pont semmi értelme. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan látszat intézkedés, ami nagyon jól néz ki, igen. Jó lehet a híradóba. Igen, van, ez idadóban estére nagyon szépen be lehet tenni, igen. Hogy nagyon védekezünk, mert permetezzük a hipót ki a járdára, de és a kerítésre, mert ilyesmi képeket látok én is. Most egy kicsit, hogy kevesebb a munkánk, van időm nekem is a híreket, meg ezeket megnézni. Őszintén nem sok értelmét látnám. Tehát ezt tényleg egyeztettük, beszéltük városvezetéssel, ameddig ennek nincsen, nem látjuk tényleg komoly vírus megelőző, a fertőzést megelőző hatását, addig biztos, hogy nem fogjuk ezeket. Csak azért elindítani, hogy jól mutassanak a fehérvári képek is a hírportálokon. Igen, így van. Tehát akkor igazából nem sok értelme lenne ennek a dolognak, de azt tudjuk, hogy megnyugtatták minket a város azért nagyon sok mindent, és a városgondosság mindent megtesz azért, hogy a város üzemelje rendesen, mint normális állapotában. Így van, tehát a fontos például a piacnak az üzemeltetésére nagyon odafigyelünk. Tehát fokozott takarító, sokkal több takarító van ott. A nyilvános WC például, a várkörúti nyilvános WC az végig nyitva fog maradni, ráadásul kibővített nyitvatartása reggel 8-tól este 8-ig nyitva van, és állandó felügyeletet tettünk most már mellé. Eddig gyakorlatilag egy ügyeleti rendszer volt, most a vírushelyzet miatt a többit lezártuk, mert gyakorlatilag azok olyan helyen vannak, ahol elvileg nem tartózkodnak most a fehérváriak, tehát parkokban, sportterületeken, sportpályákon nem tartózkodnak most a fehérváriak, tehát azokat szükségtelen üzemeltetnünk. A várkörútira viszont nagyon figyelünk, kint vannak a fertőtlenítőszerek, és azt például folyamatosan fertőtlenítjük, és azt természetesen arra nagyon odafigyelünk. És ugyanez érvényes a piacra is. A piacon próbáljuk a kereskedőinket is különböző kedvezményekkel segíteni, akinek be kellett zárni, mert például a virág kereskedelem teljesen megszűnt. Nem tudják hozni külföldről a virágokat, a kamionok nem jönnek, teljesen megszűnt a virágpiac, vagy a piacunkon a virág kereskedelem, nekünk segítünk avval, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni. Az élelmiszerkereskedőknél is azért most már sokkal kevesebben vannak, tehát a nagy felvásárlási egy-két hétvége után most már töredéke, főleg ezzel a 9-től délig csak a 65 év felettiek mehetnek, ezért ez megint kicsit kényelmetlenebbé, kicsit nehézkesebbé teszi a vásárlást, azért egyértelműen csökkennek a vásárlók, ezért a piaci kereskedőinknek is adtunk kedvezményt. Ez egy szép dolog a városgondnokság, ugye pont beszéltünk, hogy talán műsor elején, hogy a városgondnokságot akkor dicsérik, amikor nem jönnek szidalmazó telefonok, például ezt sem tudták nagyon sokan, és ezért is nagyon-nagyon jó, hogy ezt megemlítetted itt a műsorban, hogy azért a városgondnokságnak van szíve, van lelke, és a városgondnokság is azért tényleg ilyen engedményeket tesz, például a piacon árusítókkal szemben. Még egy kérdés a műsor vége felé, otthon nálatok milyen rendszabályokat vezetettek? Be ugyanúgy mindenkinek kézmosás, fertőtlenítés, aki nincsnek, cellőztetés. Így van, meg hát természetesen maradj otthon. Tehát azért az, amit a legnehezebb azért, tehát mi nagy gyerekeket nevelünk, igen. Tehát nagyon nehéz őket, tényleg kizökkennek a komfortzónájukból, sportolók, nagyon nehéz, hogy nincs edzés, nagyon nehéz otthon igen. Megtalálniuk. Szerencsére egyébként van kertünk, tehát mi egy kertes házban élünk, ott azért kicsit könnyebben feltalálják magukat, könnyebb azért kimozdulni, vagy kimenni. Az utcára ki lehet azért menni egy-egy sétára, egy-egy kocogásra, egy-egy mozgásra, de azért alapvetően azt kérjük egyértelműen a gyerekeinktől, mint mindenki mástól, hogy maradjanak otthon. Otthon kell valami úton, módon megtalálni, föltalálniuk magukat, tanulniuk, elég jól működik ez a távoktatás, folyamatosan kapják a feladatokat, azokat csinálgassák, és egyébként pedig vigyázzanak magukra, és maradjanak otthon. Tehát tényleg nem, azt gondolom, hogy ez nem csak egy szlogen, ha ezt tudnánk tartani, hogy maradjunk otthon, akkor ez nagyon, nagyon sokat segítene annak, hogy minél gyorsabban túlessünk ezen a válsághelyzeten. Igen, legyen így, hogy minél hamarabb túlessünk rajta. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.